Az egyhetes gyerektábor változatos múltra tekint vissza. A programot között szerepelt a korábbi években túrázás, táncház, szabadtéri főzés, kemencés, sütögetés, küzdősporttanulás, csapatépítő játékok, de volt már origami, gyertyaöntés, erdei ügyességi verseny, kalandpark, akadálypálya és tanúsvényfelderítés. És persze az elmaradhatatlan kreatív alkotások. Készült itt óriás képfolyam, gipszöntéssel medál és képkeret, légballon, óriási képek, mécses tartók. A játszva tanulás közben fejlődik a kreativitás, a kézügyesség, a mozgáskoordináció. A kézműveskedés fejleszti az önbizalmat, a toleranciát és az egymásra való odafigyelés képességét a közös feladatok, projektmunkák során. A műszaki képzőművészeti szakmák alapjait játszva sajátítják el a gyerekek. Ez elősegíti a kreativitás kibontakoztatását, az önálló ötletek megvalósítását. A gyerekek aktívan vesznek részt a környezet alakításában. A szervező Esplusz Kft. Vezetése nagyon nagy gondot fordít a kezdetektől fogva nem csak az egészséges életmódra, a környezetre, a vállalati kultúrára, a családbarát üzletpolitiká egyedülálló és példaértékű. Az egész heti gyerekprogramok csapattá kovácsolják a gyerekeket, melynek folytatásaként az építők napi rendezvényen a cég dolgozói immáron kibővülten családostól vesznek részt a cég ajándékaként. Tavasszal az Én házam címmel rajzpályázatot hirdetett a Kft., melyre 76 rajz érkezett a megye egész területéről. A téma az volt, vessék papírra a gyerekek, milyen házakba szeretnének élni, bátran, szabadon elengedve fantáziájukat. A zsűri által legszebbnek ítélt művek készítői rajzkeszközöket is kaphattak. Minden alkotás megtekinthető az S+C Tartsai utcai központi üzletének kirakatában.